Köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa Televízió vasárnapi híradója december 11-én. Először nézzük a legfontosabbakat röviden. Zöld-fehér szeretet, Nagykanizsán járt a Fradibusz, a klub is csatlakozott az Egy doboznyi szeretet akcióhoz. Példakép test közelből, a Szikrák tánc együttesnél járt Molnár Flóra olimpikon. Hastánc és Bollywood, az egyik táncstúdió az állatotthon javára rendezett jótékonysági estet. Szeretett dobozzal érkezett a Fradibusz Nagykanizsára. A zöld-fehér drukkerek az adventi forgatagban az Erzsébet téren találkozhattak kedvenc klubjuk járgányával, amelynek legénysége is bekapcsolódott az Egy doboznyi szeretet akcióba. Az ajándékot Cseresnyés Péternek a karácsonyi jótékonysági kezdeményezés fővédnökének adták át. Nagyon szépen köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget. És hát azt is, hogy hírt adnak róla, és nagyon fontos, hogy meg, de a Radibontból olvasom dolog. Meg hát azért, hogy személyes dolgot is mondjak, én is Radibontból vagyok ekkor egy kőkorom óta. A Fradibusz adventi országjárása során érkezett Nagykanizsára, Mezőkövesd és Sopron után. Mi kerestük meg először a várost, hogy egy év után újra visszatértünk ide, mert ugyanúgy tavaly is itt az adventi forgatagban megjelentünk, és hát nagyon szívélyesen fogadott minket itt a város, és örömmel vettük, hogy ismét megjelenhetünk. És amikor tudomást szereztünk erről az Egy doboznyi szeretet akcióról, akkor mi is boldogan csatlakoztunk. Az FTC játékosai és vezetői az adventi időszakban gyakran jótékonykodnak, kórházakat látogatnak, és a klub különféle programokat is szervez karácsony idején. Talán el szabad árulni, hogy én kölyökkorom óta fradrikkor vagyok. Az intenzitása az változik ennek a fradi szeretetnek, fradi imádatnak, de kiskorom óta fradi szurkoló vagyok, és örülök annak, hogy ez a csapat nem csak saját magára gondol, nem csak eladni akar valamit abból az imidzsből, ami az övük és ami egyedülálló, unikális Magyarországon, vagy azokból az ajándékokból, amit a mögöttünk is látható, hanem gondolnak azokra a gyerekekre, akik ajándékot akarnak kapni. Az Erzsébet térre szombaton este nem csak a Fradibusz vonzotta a közönséget, a kanizsaiakat a kulturális programok mellett például jégszobrászat várta. Molnár Flóra a Szikráknál. A kanizsai úszóolimpikon az Alagyöngye táncegyüttes utánpótlás csapatát látogatta meg, amelynek tagjai között nagyon sok rajongója is van. A válogatott sportoló ajándékokat is vitt Kiskanizsára. Molnár Flóra egy-egy aláírásáért hatalmas volt a tolongás, de ez nem zavarta az olimpikont. Nagyon aranyosak, nekem is plusz energiát adnak meg, szerintem nekik is egy plusz motiváció így a táncra nézve is. Az úszó és az Alagyöngye kapcsolata nagyon friss. Molnár Flóra és a táncegyüttes is jelölt volt az idei Zalai Prima díjra. Az úszó a gálán ismerkedett meg Tóth István művészeti vezetővel. Ott beszélgettünk kicsit, elmondtuk nekik, hogy van egy csoportunk, ahol a gyerekek közül nagyon sokan úsznak, és nagy példaképük a Flóra, és akkor beszélgettünk vele, hogy valamikor jöjjön ki hozzánk egy kicsit, a gyerekek hadd örüljenek neki, hogy itt van köztünk, és akkor ezt a Mikulás alkalmat sikerült egyeztetni vele, hogy akkor ő jön el hozzánk, mint Mikulás, és ő adja át az ajándékot a gyerekeknek. Molnár Flóra nem csak ajándékkal lepte meg a fiatal táncosokat. A gyerekek legalább annyira örültek az úszóolimpikon riói beszámolójának, mint a kezükben szorongatott Mikulás csomagoknak. A lélek hangjai közös ünnepi készülődésre várta a város polgárait a református gyülekezet, amely az adventi hetekben számos jótékonysági programot is szervez. A karácsonyi készülethez ezúttal a zenét hívták segítségül, Gerencsér Zoltán és Németh Sándor Bach, Handel és Gilmon műveket adott elő. Az embernek a lelkével is foglalkoznia kell. Foglalkozunk az imádságon, az istentiszteleten, az igehirdetéseken, a prédikációkon, vagy más egyéb módon keresztül, de azt gondolom, hogy a zene is egy ilyen olyan, ugyanolyan fontos része kell legyen az életünknek.
A karácsonyvárás jegyében telt az idei utolsó szabadszombat a könyvtárban. A gyerekeket kézműveskedéssel, a felnőtteket pedig egészségügyi előadásokkal várták. Wolf László például a 42 napos lébőjt kúrát mutatta be. A Meridian torna oktató szerint az új évet érdemes méregtelenítéssel kezdeni, mivel a sokszor mértéktelen ünnepi lakmározás megterhelő a szervezet számára. Lucára is figyeltek, családi hétvégét rendezett a Kanizsai Kulturális Központ. A pénteken kezdődött programsorozatban egyebek mellett kiállítás és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Utóbbit a Diákönkormányzat és a HSMK közösen szervezte. Az általános és középiskolás diákok különböző technikákat próbálhattak ki a közelgő Luca napjegyében. A gazdára váró állatokért táncoltak a zafirások. Jótékonysági estet szervezett a hastáncos csoport, amellyel az adakozás fontosságára is fel akarták hívni a figyelmet. A Zafira hastáncos csoport vezetője elkötelezett kutyabarát, ezért is támogatják az Élettér Állat és Természetvédő Egyesületet. Van két terápiás kutyánk, és igazából nagyon szeretnénk majd a távlati jövőbe is együtt dolgozni a menhelyesekkel, és úgy éreztem, hogy sok kutyás tanítványom van, és itt a legjobb alkalom, hogy karácsonyon jótékonykodjunk a menhelyes kutyusok és cicusok számára. A stúdió vezetőjének ötletét azonnal támogatták a táncosok. A jótékonysági estre családjukat, barátaikat is elhívták. Rengeteg hastáncos van, aki egyben kutyás is, és nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nagykanizsai menhely támogatva legyen általunk, hiszen rengeteg kutyusnak nincs gazdája, és nagyon nagy segítségre szorulnak, mind ételben, mind szeretetben. Az állatmenhely minden segítséget szívesen fogad. Az év során azt lehet elmondani, hogy általában az ünnepek közelettével jobban, de szinte napi szinten érkezik hozzánk felajánlás, akár táp, akár bármilyen segítség formájában. A hastáncosok azt szeretnék, hogy ne hűljön ki a kapcsolat a jövőben sem. Azt ígérik, 2017-ben is részt vesznek majd a menhely programjain, terveik szerint ott lesznek a nyári állatvédőtáborban is. 4 város, 13 induló, 24 mérkőzés, 14 óra játék. Ez a mérlege a szombati Interspár első nyílt amatőr női páros teniszversenynek, amelyet a Kanizsa Teniszcentrumban rendeztek. A viadalt a nagykanizsai Mádé Beáta nyerte, a hévízi Bruncsics Andrea és a zalaegerszegi Herrietta Venturini előtt. A következő megmérettetés december 29-én lesz a Teniszcentrumban, amikor amatőr nyílt páros versenyt rendeznek. Híradónk végé jöjjenek még egyszer a legfontosabbak egy-egy mondatban. Zöld-fehér szeretet, Nagykanizsán járt a Fradibusz, a klub is csatlakozott az Egy dobozni szeretet akcióhoz. Példakép test közelből, a Szikrák tánc együttesnél járt Molnár Flóra olimpikon. Hastánc és Bollywood, az egyik táncstúdió az Állatotthon javára rendezett jótékonysági estet. A Kanizsa Televízió híradóját látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!